Kattogtak a fényképezőgépek az első csomag átadásakor. A Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ felhívására rengetegen állítottak össze rászoruló gyerekeknek szánt cipős dobozba csomagolt ajándékokat. Évről évre egyre több ajándék csomag gyűlik össze itt a Babits karácsonyfája alatt, és az idei évben 60 ajándék csomaggal, ajándék dobozzal több jött össze, mint tavaly, ami azt jelenti, hogy 465 ajándék csomagot tudtunk annak érdekében összegyűjteni, hogy ezeket rászoruló gyermekek kaphassák meg. A dobozokat az szerint állították össze az adakozók, hogy lánynak vagy fiúnak szánják, és azt is rájuk írták, hogy nagyjából hány éves gyereknek. A dobozokba főleg játékok kerültek. A felajánlásokat a Szekszárdi Humánszolgáltató Központ munkatársai még csütörtökön elkezdik szétosztani, hogy karácsonyig mindenki megkaphassa. Megvannak a családok, megvannak a gyerekek, és akkor ezeket gyorsan mi rendszerezzük, és utána már adjuk is oda. Aki nem tud bejönni, annak természetesen mi kiszállítjuk. A csomagok között egyébként volt, amelyiket egészen fiatal csecsemőknek állították össze a szekszárdiak, és olyan is, amit a felnőttkor küszöbén álló kamaszoknak.